Carmelo Giannone. Ő volt, és még ma is él, egy nem is olyan idős tervező, aki rajzolta még 2016-ban, de lehet már hamarabb elkezdte azokat az első sketcheket, sőt biztos, mert ugye 17-ben már bemutatták a végleges Alfa Romeo Stelviót. Tehát ő rajzolta, ő tervezte ezt a szerintem barom jó formát. De mennyi hideget kapott, és mennyi rossz, negatív hozzászólást az Alfa Romeo, hogy az a márka, ami az autózásról szól, ami arról szól, hogy menjen. Jó, nem mindig megy ugye az idősebbek, de minden autó elromlik. De amikor megy, olyan jó, és egy olyan közösséget tesz össze, ami mindig megáll, segít a másiknak, mindig ott van, hogyha bajban van, és amikor együtt mennek, annyira jó érzés összevillogni, hogy fogja ezt a márka jelet és az egészet, amit egy ilyen egyszerű logó visz magával, és ráteszi egy SUV-ra. Crossoveresítjük az Alfa Romeo-t. Tudjuk, hogy régen is volt, még 1950-es években, tehát nem ez a legelső SUV, de mégiscsak a modern korban egy Alfánál, amikor abból gyönyörű kupék voltak, atipikus szedán formák, végigvitték a különböző sorozatokon, és megcsinálják ezt 2016-ban. Muszáj volt, mert kellenek az eladások. Látszódott, hogy ez a jövő. Akkor még nem annyira, tehát gondoljatok bele, most visszanézve milyen érdekes 2017-18-as évek, akkor még nagyon máshogy nézett ki egy új autópiac. Nem voltak ennyire teleszorva plug-in hibridekkel, elektromosokkal, amit ugye minimum crossoverből, de inkább rendes SUV formából csinálnak. És kijöttek vele, és nem is voltak olyan rosszak az eladások, de hát hasonlítva nagyobb márkákhoz, meg oké, hogy vitték Amerikába is, de hát ott is ilyen évi 10 000-es darabszám, most az ott elveszik a nagy márkák mellett. De mégis csinálgatták. De most arra elérünk oda, hogy valószínű egy nagyon jó húzás volt, és nem kap szerintem annyi pozitív kreditet, annyi jó visszajelzést a márka, és ez a konkrét típus, vagy akár a tervezőmérnök, mert hát oda jutunk 2023-ra, hölgyeim és uraim, hogy a Ferrari is csinál egy SUV-t, amit azt mondja, ne hívjunk annak, mert az nem az, csak egy emelt szupersportautó, de az. De az, hát 4 ülése van annak is, össze-vissza nyílnak az ajtajai, összkerékhajtásos, mennek vele hóba, sivatagba, mindenhol, akkor az egy SUV, egy sport utility vehicle. Akkor mi ezzel a baj? És igazából semmi. Semmi nincs vele baj. Nagyon jó. És most már ez kapott egy ráncfelvarrást, egy faceliftet, ahogy mondja az angol, és az a jó, hogy valószínű ott is értették Alfa Romeo-nál, hogy jó, hát kivertük valamennyire a biztosítékot, akkor most már ne változtassunk sok mindent, örüljünk annak, hogy most már kap pozitív véleményt, és szeretik emberek, és keresik emberek, és hála az égnek nem is változtattak rajta sok mindent. Csak megkapta azt a pár kötelező dolgot, amivel végül is át kell majd lépni abba a digitális világba, de azért még megmaradnak azok az analóg dolgok, gombok, amit szeretünk egy ilyen gépbe. Na nézzük körbe. Tehát nevezzük nevén a konkrét változtatásokat, megváltoztatták ezt a konkrét lámpát, természetesen mind a két oldalt is, mert ugye eddig így elhúzódott alatta meg itt a szélén egy nappali menetfény, most megkapta ezt is, ezt a 3 nappali menetfényes helyzetjelzőt, ami jött a Tonalival is, amit megkapott a Giulia, ez az új irány, az új alfa szemek. Jól nézett ki az is, jól néz ki ez is, jól játszik vele, amikor bekapcsol, vagyis hogy elkezdi fölgyújtani ebbe a Welcome Home beállításra az autó, hogy üdvözöl téged, amikor sötétben kinyitod. Elképesztően jól néz ki. Még mindig megmaradt a tipikus alfa légbeömlő, oldalra kell tenni a rendszámot. Itt kap helyet, ugye nem ide tették, hogy csúnya legyen a radar és a távolságtartó tempomatnak a kis műanyagja. És igazából semmi más nem változott. Én imádom benne, hogy ugye nem az első lökhárítóra csukódik rá a motorháztető, hanem itt előtte jön el. Ez nagyon szép és elegáns szerintem. És a konkrét felszereltség, ami miatt itt van, ez egy különlegesség, ez a kompetíció ne változott. Ez volt a Giuliában is még májusban nálunk. Hamarabb jött volna hozzánk az autó, csak szegény defektet kapott még nyár végén, úgyhogy most arra ért ide hozzánk. Tehát ezt is akartam külön kiemelni, hogy csak ezzel a felnivel kell venni, mert gyönyörű, ugye ez az 5
karikás Alfa Romeo felni, de hát ezen az autó 21-szoros, és nagyon vigyázni kell itt a szélére, meg hát egy nagyon durva peres Pirelli gumi van rajta, egészen pontosan 255/40 R21-es méretű, hát nem is lesz olcsó rá venni, ha elkopik, és miért ne kopna, mert azért használod rendesen, de tényleg ezzel kell venni. Attól még, hogy igen, SUV, és kicsit le tudsz vele menni a murvásabb útra, meg hóban is elindulsz, mert hát összkerékhajtás, nem fogsz vele olyan komolyakat terepezni, de ennyit kibír. A kompetíción a felszereltségben alap dolog, hogy elől is, hátul is pirosak a féknyergek, és megmaradt ebben az autóban is, tehát az alján és a hajtásláncon tényleg nem változtattak, hogy elől 2 lengikar, hátul pedig 4,5, ez az Alfa Romeo-nak ez a különleges felfüggesztés megoldása, amit szabadalmaztatott, ők találták ki. Borzasztó komplex, majd amikor cserélni kell ezeket a szilenteket, akkor így így nyel egy nagyot az ember, de arra gondol, hogy milyen jó ezzel autózni. Erre kell gondolni akkor is, amikor ott meg ki kell fizetni, hát egy prémium szegmensű autónak ára van, mint mindennek a mai világban. Nem lett sok változtatás rajta itt hátul sem, mi vagy összkerekes változat, ide kerül a Q4-es ilyen kis logó. Itt is változtattak kicsit a lámpán, de szerencsére semmi mást. Minimális ilyen diffúzor rajzolás volt itt rendben, de 2 rendes kipufogó, oké, hogy így meg van szélesítve egy ilyen műanyagot, de tényleg ott látjátok benne, hogy ott jön ki a cső. Olyan jól néz ki átúról. Baromi széles az autó. Tehát ugye 4600 mm a hossz, tehát a tipikus D-szegmensű, oké, hogy alulról, de D-szegmensű SUV, de nagy. Nagyon nagy. Nézzétek meg a csomagterét is. Nem olyan széles, tehát hogy pakolásra, mert itt van nagyon sok anyag, de 525 liter, tehát nagyon mélyre lehet bepakolni. Kapunk itt oldalt fémkampókat, itt van alul a defektjavító készletünk, hát azért ebben már pótkerék nem jut. Nagyon jól szóló prémium hifi rendszer. Innen döntjük le a hátsó üléseket, hogyha valami komolyabb cuccot akarunk pakolni. Ide is van még oldaltárló, ide jutott 230 voltos töltő. Szeretjük ezeket. Alfa Romeo-ban praktikumok. Ugye ez egy ilyen furcsa dolog, de miért ne? Tehát miért ne szeretne valaki praktikusan, kényelmesen sok pakoló térrel utazni, és közben elegáns lenni, és sportos. Mert még mindig nagyon jó ez a futónk. Tehát erre fog kijönni, és ez lesz a lényege. Csak hát na, kicsit ilyen érzelmes, hogy most lecsukódjak, mit szeretnéd? Biztos szeretnéd? Hát így beszélgetni kell vele és táncolni. De ez, hogy nincs még egy ilyen SUV ebben az árkategóriában, ami ilyen jól fordul és ilyen jól tapad. Tényleg meg tudták ezt csinálni, és még mindig megtudják, és ott van a piacon, és már ennek is örülni kell, hogy ez egy Giulia, csak kicsit magasabban és minimálisan jobban dőlöngé, de akkor is nagyon jó. Na, üljünk be hátra! Nézzétek meg, hát ez tényleg egy családi utazóautó. Ugye azt már bemutattuk hát, hogy innen nem is lehet állítani az ülést, ott kell ledönteni, és a dőlés szögén sem lehet változtatni. Kicsit ilyen egyenes, tehát hátul ülve. Nem mondom, hogy kényelmetlen, csak tudom, hogy ugyanekkor a méretű autókban, X3-as GLC Merci-ben hátul sokkal fejedelmibb a hely. Ide is azért jut 2 légbeömlő, de nagyon olyan műanyag az egész. Itt is okét jó az anyag használat, meg kényelmes, de a kilincs is olyan kis furcsa. Tehát ezekben a dolgokban tudjuk, hogy elmarad az Alfa Romeo Stelvio a versenytársaktól, pedig ugye ugyanolyan árban van és onnan indul, mint egy X3-as BMW, egy GLC Merci, Q5-ös Audi. Hátra jut egy USB és egy USB-C töltő, kicsi tároló, ami ki van így gumizva, hogy ne csúszkáljon a telefonod, vagy amit ide raksz. Itt fut el természetesen a kardán alagút, kényelmes kis könyöklű 2 pohártartóval. Minden megvan, ami kell, és nagyon jó és sokat dob ez a tetőablak, a panoráma tető, amit szerintem bele kell konfigurálni, mert ha ez nincs benne, akkor mivel, hogy ez a kompetíció ne változott, fekete tetőkárpitta jön, azért igen sötét lesz itt bent, mert tök jó, hogy le van sötétítve a hátsó ablakrész, de ez kell bele. Meg ha már tényleg 27 millió forinttól indul egy ilyen autó, pár százezer forintért tegyük bele ezt. Jobb lesz, izgalmasabb lesz, szebb lesz. Itt pedig tényleg az a jó, hogy semmi nem változtattak. Itt a legjobb ülni. Tehát a jobb egyben is kényelmes, de ezt vezetni kell, és vezetni is akarja minden férfi és nő, mert csajok is nagyon szeretik, nézegettem Instagramon, meg hát a reklámfilme is így van, hogy egy hölgy autózik vele, és vál egyé ezzel a gyönyörű szerkezettel. Be is indítom.
Motorválasztékot majd megbeszéljük menet közben, de a lényeg az, hogy ebben is a 2 literes turbós benzines van benne, a 4 hengeres, ami 280 lóerő, 400 Nm összkerékhajtás, ugyanúgy, mint a Giuliába. Tudja, teszi a dolgát. Nem szól annyira húha, rámondom inkább, hogy halk ahhoz képest, de hát láttam már azért YouTube-on, hogy erre is tesznek Akrapovics kipufogót, mert ugye a QV-ra, az 510 lóerős Stelvio-ra, arra gyárilag tud jönni olyan kipufogórendszer, erre is ráteszik. És akkor oké, nem úgy szól, mert a 2,9 literes V6-os Ferrari motoros szerkezet máshogy röfög, de azért a 4 hengeressel is tudnak kihozni belőle olyat Akrapovicsék, meg az olaszok, meg ki éppen csinálja. Szóval, na, rá kell tenni szerintem, és akkor végül is egy ilyen baby QV-d lesz. Visszatérve a beltérre, tökéletes. Én nem tudok belekötni, nekem jó, én szeretem. Újítottak annyit, hogy jutott ide egy jó kis digitális kijelző, ekkora itt láthatjátok. Azért örülök neki, hogy nem rondítottak bele ide a műszerfalba, nem kilóg belőle, hanem szépen bele van integrálva. Elég kicsi, érintőképernyős, de igazából szerintem ezzel a tekerővel fogod operálni, hát nem egy gyors rendszer, meg kell várni még ő magához tér, meg tiszteletben kell tartani az ő idejét, amit ő szeretne magára szánni, hogy te is ráfigyelj, hogy na, bekapcsolsz, most már tényleg bekapcsolsz, én megnyomtam ezt. Jó, most már ő is érzi, azt is megnyomtam. Akkor most lemennék a Bluetooth-hoz, ja, még nem érzékeled, nem baj, megvárom. Egy ilyen játék, folytonos játék, adok, kapok, elveszek, kicsit kapok. Romantika, az biztos. Néha feszült, de a nap végén mindig örömmel fogsz iszállni belőle. Annak viszont nagyon fogsz örülni, hogy a klímapanel fizikai tekerős maradt, ott fönt is írja a kicsi tableten, hogy hogy állsz, látod, hogy bekapcsoltad az ülésfűtést, honnan fúj a levegő, tehát hogy kinti vagy belső keringtetés történik. Itt van az előválasztókarod, amiről a ratchet mód lemarad, de A, N és D menetfokozatok vannak, ekkor normál sport, ha átfordítjuk így nemzetközire. Van a közepén egy kis gombocska, ami sportmódban tudod nyomkodni, hogy a felfüggesztésed úgymond puhább legyen, tehát ha alapból beteszed B-be, akkor keményebb, és az adaptív lengéscsillapításnak köszönhetően tudod kicsit puhítani. Ha átteszed sportba, szerintem nincs értelme puhítani, mert ugye akkor változtat a motor karakterisztikán, a gázreakción, tovább forgatja, majd ezt menet közben próbálgatjuk. N-be vagy D-be kell használni a középső, és nem nagyon kell nyomogatni. Nagyon kényelmes, hogy itt van a hangerőtekerő, ez a sofőrnek is jó, attól még, hogy a kormányon is tudod változtatni a hangerőt, de aki itt a jobb egyes ülésen ül, az is egyszerűen tudja le vagy éppen feltekerni, és nem itt kell ilyen slideren vagy egyenként nyomogatni. Megtekered, akkor nagyon fel van hangosítva, megnyomod, le van mutolva, vagy csak lehalkítod egy egyszerű mozdulattal. Itt van egy beállítások gomb, abban legalább nem kell eltekerni az összes menüm pontból jobbra, hanem megnyomod és tudod változtatni a dolgaidat. Itt pedig van a kis váltód, ugye egy 8 fokozatú zetep váltó van benne, tökéletesen teszi a dolgát. Érezni, hogy kicsit lassabb, mint egy QV-ban. Ide jut az olasz zászlócska, jó kis könyöklő, amiben itt van, tehát fejlődünk és megyünk a korral, csak kicsit lassabban és kifinomultabban. Egy vezeték nélküli telefontöltés, még egy sima USB, USB-C, ott is van USB, itt van AUX, itt van 12 voltos rajzat, mindenki ki van szolgálva, ha belegondoltok. Kettő jó nagy pohár tartom, amiben idefér még egy 7 decis Starbucks-os kávé is, ha valaki erre vágyna. És maga a kormány, amin ugye már megnyomtuk ezt a motor indító gombot, nagyon jó, hogy itt van, vannak alumínium váltófülek, majd meglátjuk, hogy kell-e használni, és a kormány, amit én minden autóba ilyet kérnék, ha lehetne. Baromi jó. Ja, és itt előttünk is egy digitális kijelző. Hát jobb volt az analóg, ki kell mondani. Meg bulibb volt, meg jobban nézett ki. De hát ez van. Most már ez jön bele. Na menjünk, vezessük. Tényleg érdekesek azok a cikkek, amit még említettem a videó elején, hogy pár éve, jó, mondjuk 5 éve, oké, halad az idő, sőt 2018, hát igen, 5 éve, még rendesen szitták ezt. Nem mindenki, mert valaki akkor is elkönyvelte, hogy hát gyerekek, ez kell ahhoz, hogy az Alfa Romeo tartsa a tempót, és legyenek eladások, és akkor ebből reméljük, még minél több szép szedán is lesz, akik mi szeretjük ezeket az autókat, és azért tényleg nagyon jó lett ez az autó. Ma meg már így, oj, de jó, hú, de tuti, hát igen, és azért eladásokban is látszik. És ez nem egy ilyen úristen, de hivatalos, de kerestem olyan cikkeket, hogy QV
szempontból melyiket veszik, tehát hogy a Giuliát, vagy a Stelviót. És különböző adatok vannak, de nekem az jött le, hogy a Stelviót veszik jobban, mert annyival már nem drágább, amennyivel jobb. Emlékszem, mikor teszteltük mindkettőt, még én is előző médiumoknál, akkor valahogy a Stelvio nekem is jobb volt. Még durvább volt, még hangosabb volt, ugyanúgy a Krapovics kipufogóval mindkettő, mert más azért a rendszer, és még jobb volt használni, és nem izgulsz, hogy odaír az első carbon splitter, mint a Giulián nagyon félsz, hogy ne húzzuk oda, mert az nem lesz olcsó játék, és ugyanolyan jó autózást, közel ugyanolyan jó autózást tudsz kapni a Stelvióval. És ezt érzem kisebbe, mármint motor szempontból kisebbe, ezzel a kompetíciónéval, mert imádtam a Giuliát, és nagyon érzelgős hétvégén volt, ugye nézzétek meg majd ezt a videót, ide belinkelem, amikor teszteltük azt az autót, de ez is nagyon jó, ha nem jobb, mert ott a praktikum, ott van az a kényelem, hogy azért át tudsz vele lépni fekvőrendőrökön, meg tudsz oldani vele dolgokat, de közben tényleg ugyanolyan jó, és így bedobod egy kanyarba, és tudja, és vissza, és nincs ez a nagy úas, mikor így átterhel a súly, hanem ott vagy az úton, csak úgy kicsit magasabban, de ott vagy. És most nincs is igazából sportban ez ugyanilyen szépen szól, ha a sportban van, ha nem. Ha most átteszem D-be, annyit fogok nektek tudni bemutatni, hogy igen, sportosabb lett a kijelző, mint amit már statikusan is megnéztünk, és hogy igazából tovább forgatja az automata váltó, tehát később fogja elváltani, meg hamarabb vissza, hogy sportolni tudj vele, de a hanghatás ugyanaz. A 0-100-at 5,7 másodperc alatt futja, az már nem is egy úristen adat a mai világban, itt az elektromos autók mellett, de gondoljatok bele, hogy régebbi hot hatcheknél még nagyon komoly fegyvertény volt, hogy ilyen gyorsulást tudott valami elérni, most meg ez csak egy ilyen, nem is mondjuk performance SUV-nak, csak egy prémium szegmensű sportos SUV, kényelmes könyöklővel, kényelmes sportos ülésekkel, amivel lehet állítani még az oldalpárnákat is, és csak úgy utazgatsz, ugye? Nagyon nagyot változott a világ. Ez úgy összkerékhajtás, hogy alapból azért hátulhajt, és tesz előre is, hogy összkerekes legyen, de hátul van a többlet, és ez vezetésnél is jó, mert nem olyan nehéz a kormány, de borzasztóan pontos. Tehát annyira érzed, hogy mi, hogy, merre, mennyi. Nem nagyon lehet rá rosszat mondani, meg miért is akarnék? Miért jó az nekem? Hát én annyira örülök, hogy ez a márka még él, és remélem, hogy a Stellantis csoport örökké és utána is meg fogja valahogy tartani. Hogy fog az Alfa Romeo átevezni az elektromos korba? Nem tudom, nem is feltétlen akarom. Az biztos, hogy ezek még itt lesznek, ezek még itt vannak, és a használt autópiacon sokáig is jelen lesznek. Pláne ezek a benzines motorok, természetesen még lehet hozzá dízelmotort is konfigurálni másik felszereltséggel. Szerintem egy Alfa Romeo-t benzines motorra kell venni, vagy ott van a Tonale plug-in hibriddel, az sem rossz, de az már nem annyira Alfa, mint ez, meg a Giulia. Ez azért még tényleg hátsókerekes platformra épül, szép nagy autó. Én azt mondom rá, hogy elegáns, attól még, hogy sportos, tehát nagyon jól meg lehet jelenni. És teljesen értem, aki azt fogja mondani, hogy ez szép, jó, de hát ugyanolyan árban van, mint egy BMW, Mercedes, Audi, akkor azt fogom venni, mert annak kényelmesebb lesz az ülése, vagy legalábbis nem ilyen sportos, sokkal fejlettebb lesz a digitális rendszere, a kijelzői. Mindent értek, és a számok is ezt mutatják, tehát csak most random rákerestem, hogy 2021-ben, mert a 22-es év az olyan dili volt, persze tudjuk a 21-es is, de most nézzük azt, Európában olyan 15 ezer darab Stelvio kelt el, és 80 ezer BMW X3-os, és valószínű hasonló mennyiségű Mercedes GLC. Tehát, hogy érezni, mennyivel kisebb erre a piac, de annyira jó. Tehát ezek azok az autók, amit lehetne elemezni, de nincs értelme, hogy ki a jobb, ki a rosszabb. Megtalálja a saját közönségét, és ők borzasztóan fogják szeretni. És nagyon jó vele utazni. Csendes, kifinomult, 8,5 literrel el lehet autózni pályán normális tempónál, városban 12-13, de azért meg lehet vele indulni. Tehát nem kér elnézést. Tényleg 5,7 másodperc az annyi, az nem hazudik. Árait vegyük át ennek az autónak. Egyszerűbb jó kedvel mesélni árakat prémium szegmensbe, mert tudom, hogy aki ezt megteheti, annak nem fog fájni, hogy most mondjuk 23 millió forintról egy autó 27 millió forint lett. Mert akinek van ennyi, annak van annyi is, ilyen egyszerű. Ez az áremelés, ez azzal csesz ki, aki 6 millió forintot kuporgat össze, hogy na vegyünk egy új autót, de az új autó már 8,5 millió forint. Szóval ez az autó 21 millió forinttól meg egy kicsitől indul a kaszni,
de a kompetíció ne változott ezzel a motorral 27 millió 500 ezer forint, és akkor még mondjuk panoráma tető, meg egy-két apróság, 28, sok. Sok pénz. De megint csak, aki erre vágyik, ezt akarja, az meg fogja venni Európa szinten. Mondom ezt most, tehát azért lehet már lassan tényleg rászok, hogy hozok ide euró árat is, nem csak forintot, hogy tudja mindenki így belőni körülbelül. Oda van árazva az X3-asok mellé, a GLC Mercik mellé. Viszont van készleten ez a kompetíción, a jelenleg is, úgyhogy ha valaki ilyet el akar tenni, mert hát ezek el fognak fogyni, kíváncsi ezek mi lesz a Stelvio-val, valószínű új platforma már hoznak plug-in hibridet, mert látni, hogy ebben nem fog beleférni, mert az a komplex futómű, meg az a csomagtér, amit ad, nem bír el egy 10x kWh-s akkumulátor csomagot, nem is arra van kitalálva ez a platform, meg hála az égnek az autó sem. Jók ezek az alumínium váltófülek, tényleg, ha kétszer összesen belenyúltam és inkább visszatettem D-be, mert éreztem, hogy jól teszi a dolgát, amit tesz. Egy nagyon-nagyon kifinomult és csendes és jó és sportos és elegáns és izgalmas, mindenfélét rá lehet aggasztani így jelzőben. Jó és gyors autó. Én köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Nézzetek át a többi videónkra is YouTube-on, meg a többi platformunkra is. Jövünk további izgalmas tartalmakkal. Reméljük, élveztétek ezt a kis kitekintést a múltba, a jelenbe, és hát igen, nem annyira szólt a jövőről, de éljük meg ezeket a dolgokat. Örüljünk, hogy még vannak ilyen autók. Mindent jól tud csinálni, amit el tudunk várni egy autótól. Még ennyi pénzért is, azt gondolom. Távolságot tart, követ, megy, jön, világít, villog, csipog, dudál, és egy nagyon elegáns, különleges formában teszi. Olaszosan, természetesen, olaszosan. Na, köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Szevasztok!